körbe vesznek sokan téged. Jó érzés a fényben lenni, így aztán mondd, azt nem veszed észre, aki csak kihasznál. Ide jelennek körbenézni talán. Hány embert ismersz magad körül úgy igazán? Rajtam lakmároznak, én meg ilyen halok. Csodálkoznak, hogy magamból többet miért nem adok. De én előadó vagyok, nincs olyan, hogy félre baszok. Nem játszom a gangstert, mert a barátaim tényleg azok. Egyre több problémád lesz, ha egyre több a lé. Lehet kertvárosból jöttem, de tudom, hogy mi a klé. Vágod a zsebednél, fogva húznak lefelé. Ó, ezek az anyukat is eladnák 5000-ért. Na, story time. Hétfődön nyílt egy új terem, Kronosz Gym névvel. Régi ismerősöm, általános iskolás barátomnak a nevelő apukája nyitotta ezt a termet. Tehát megnyílt a Kronosz Gym, ami Pétfürdőn, ami nem is egy város, tehát itt én itt nőttem föl, én ide jártam iskolába, ide köt minden, itt van az összes barátom, az igazi gyerekkori barátaim, és nagy álmunk volt nekünk, hogy nyíljon itt egy faszaterem, de egész elképzelhetetlen volt. Egész családias légkörű lett, jó nagy beltérrel, természetesen ugye a lakossághoz képest, úgyhogy most itt a környéken mindent lepipál. Amit szeretnék bemutatni, az a géppark, mivel nem gyenge, és lesznek fejlesztések is, úgyhogy nem az a terv, hogy megalakult a terem, és akkor ez most így kész van, és akkor jöjjön a bevétel, hanem tényleg a tulaj az gondoskodni szeretne a teremmel, és szereti ezt az egészet csinálni, és érződik is ez a teremnek a hangulatán is, a stílusán is, és hát ugye a gépparkon is. Tehát jó a gépválasztás is, látszik, hogy szereti is csinálni, amit csinál. Gyorsan most itt mutatok pár gépet, ami a nagy termekben sem szokott lenni. Ez a Vector összetett gép, ez kibaszott jó cucc. Ritkán van ilyen termekben, hogy nem egy kábeles a történet, hanem dupla kábeles. Ez azért jó, mivel ugye mondjuk egy szimpla kábellel csak rudat tudunk használni, vagy mondjuk egy T-bárt, V-bárt, amivel ugye nem tudunk olyan nagy mozgástartományt biztosítani. Úgyhogy ezeket nagyon jól meg lehet ezen oldani. Szintén a felső részről lehúzónál is ugyanezek vannak. Ugye a sztorimban már mutattam nektek ezt a termet. Most a Team Extras ide fog települni, úgyhogy itt lesz a székhelyünk. Ide fognak járni a versenyzőim is. Én is itt fogok felkészülni a versenyre, és a srácok is itt fognak készülni. Itt a Balaton parthoz közel vagyunk, gyakorlatilag ilyen 15-20 kilométer, azt hiszem. Annyi nem, körülbelül Balaton part az ilyen 20 km, nem? Tehát, hogyha valaki a Balaton partnál jár és esetleg egy faszatermet akar megnézni, akkor ide mindenképpen jöjjön el, mert nem csak azért, mert Pétfürdő, meg azért, mert szeretem, hanem tényleg nagyon jól ki van alakítva ez a terem. Jók a fények, úgyhogy Instagram barát, meg tartalom barát az egész. Letfények vannak. Ezt a gépet is szeretném bemutatni, mert kibaszott jó, tehát mindent tudunk csinálni kábellel, ami ugye anatómiailag jobb edzéstechnika terén. Van minden, mindent le lehet edzeni, nagyon faszán, és még lesznek is újítások, a közeljövőben is jönnek még majd gépek. Itt van egy aerobik rész, ahol belül, azt nem is tudom, hogy meg tudom bemutatni. Tehát ahol vannak aerobik órák is, crossfit órák, vagy TRX edzések, úgyhogy ezt is lehet csinálni. Lehet ide jönni hozzám most már személyes konzultációra is, ugye én itt lakok 5 kilométeren belül. Lehet jönni személyes konzultációra, vagy edzésoktatásra. Ez nem azt jelenti, hogy Veszprémben nem fogok tevékenykedni már, viszont itt leszek többet, és itt fogunk készülni a srácokkal is, és én is. Ennyi, azt hiszem, ezt szerettem volna bemutatni nektek. Tényleg nagyon fasz a kis terem, úgyhogy érdemes, hogyha valaki erre jár, Veszprém, Fehérvár környéke, vagy Balatonpart környéke, akkor közel van, jó terem, csúcsidőn kívül egész tök jó privát, úgyhogy mindenképpen látogassatok el, kurva jót lehet itt edzeni, és mondom, ami most már mindenkinek nagyon fontos, tartalombarát, mert jók a fények, meg jók a színek. És ami fontos, hogy kapható lesz majd itt útban, kaphatóak lesznek az extra cuccok is, úgyhogy hamarosan megoldódik a webshopos rész is, viszont majd pultban már meg tudjátok vásárolni extra trikók, pulcsik, pólók. Jó?
illetve aki az applikációt fogja itt használni a termen belül, az 50%-os kedvezménnyel tudja használni majd a training applikációmat. Ma pedig edzünk egyet. Hidd el nekem, amit mondok is, azt látok. Benne vagyok, ezért is tudom az igazságot. Könnyű itt elcsúszni, ismerek rengeteg srácot. Ha nem akarod a rácsot, tartsd a távot, tesó. De sokáig nem tartottam, wow. A gyökerek szerint nem vagyok jó. Köztudott, hogy honnan jön a flow. Megy a show, megy a show. Hey! Eleget volt felettem felhő és csapadék. Meguntam a meséket, nincs több haladék. Minden cél egyenes, után jött egy csasadék. Már túl messze járok, de érkezem haza még. A legtöbb mikor a kezét nyújtott a hazudott. A fajtán fel van készülve, megázik a zuhok. Mert nagyon kevés lesz ott, amikor bajba jutok. És védekezésképpen azt mondják, hogy hazudok. Már csak elveszem, ami az enyém, így jó. Ugatnak a kutyák, ha indul a hintó. Nem szeretik, hogy megtalál minden ringó. De itt minden így volt, nálam sok a ninfó. 1/12 még mindig testvér. Aki oda lentről jött, lent is elfér. Kifújom a füstömet, nagy a beltét. Bezárom az ajtót, nem kell több vendég. Ezek a részei vannak lemaradva, sajnos, genetikailag hulladék, viszont ezzel a dupla kábeles módszerek kurva jól le tudom nyújtani, és sokkal jobban meg tudom edzeni, úgyhogy az biztos, hogy minden hátetésem az itt fog történni. Mit akarok mondani? Ja, ezért ezzel kezdünk. Mi ugye azt érdemes tudni, hogy amivel kezdesz, ugye nyilván abban lesz a legtöbb energiád, abba tudod belevinni a legtöbb energiádat, ezért az izomcsoport fog jobban fejlődni mindig, amivel kezdesz és amiben több energiát fektetsz bele. Tehát ezért én elsőnek ugye csukjára fogok gyakorlatokat csinálni, de majd látjátok. Na, a harmadik sorozatunk, ebbe fog majd a Martin belesegíteni, úgyhogy csak letámasztjuk a kamerát. Itt már ugye csak a lassú negatívval, a pozitív szakasz az már ugye dinamikusan jön, és nem lesz megtartás, csak az első 2 vagy 3 ismétlésnél fogom megfeszíteni. Utána már ugye dinamikusan fog menni a mozdulat, és akkor force grabs-szel pedig befejezzük 3 ismétlése pluszba. Ahogy már én már nem tudom ennél tovább húzni, akkor fog besegíteni a valamit. Thank you.
Ja, itt még az előző gyakorlathoz ugye, nem tudom, felvetted? Látszódott, hogy na, utána még megcsináltam ugye a feszítést, ez ugye még extra pumpáltságot ad, ami a izompolya nyújtásnak kedvez, mivel ugye azt nem nyújtó gyakorlattal tudod elérni, nem sima gyakorlattal, hanem pumpáltsággal tudod elérni azt, hogy az izompolyát nyúljon, ami pedig ahhoz szükséges, hogy az izomnak legyen tere regenerálódni, fejlődni. Tehát, hogyha nincs elegendő pumpáltság, mint például az erőemelő körében, akkor nehezen fog az izom nőni. Ezt így tudom elmagyarázni. Na mindegy. Illetve ugye, amire figyeljetek még, az az, hogy a negatív szakaszban mindig erősebb az ember. Tehát, hogyha végeztek egy gyakorlatot, és hogyha ti azt elviszitek bukásig, akkor figyeljetek arra, hogy az utolsó ismétlésnél, ami már éppen hogy csak kimegy, akkor se az legyen, hogy ledobjátok a súlyt, hanem a negatív szakaszt azt még vissza tudjátok lassan engedni, és ezzel még extra hipertrófiát tudtok eredményezni. Összeszedett vagyok, ha nem bazd meg! Mint ahogy láttátok az előző gyakorlatnál is és ennél is, nekem leginkább ez a felső gerincmerevítő és csukjás izom az, ami el van maradva. Ezért is úgy pozícionálok, hogy ugye magasra húzza. Ugye azt tudom jobban terhelni, illetve ugye egy kicsikét meg vagyok törve benne hátrafelé, mint annál a gyakorlatnál, és ennél is ugyanúgy fogok pozícionálni. Ugye jobban le tudom nyújtani, és jobb lesz a csúcs összehúzódás is ugye a felső. Yeah! Bitch, I'm going round the Alice. Swiss stamps on my passport. What? Got ASCAP checks, I ain't cash yet. Yeah. About to rock the planet like an asteroid. It's nothing, we blowing over here. Yeah. All we do is put in work, you just a volunteer. Yeah. Everybody always in my ear. What? You should know that we don't even care. It's nothing. Yeah, it's nothing for us to come fuck up your function. We causing the ruckus and got the crowd jumping, kicking and screaming, doing our thing, and we leaving this ringing when varsity's bumping. Believe me, it's nothing. Keys in the trunk, no keys in the whip, 'cause it's push the start button. Believe me, it's nothing. Blunt that I'm puffing this stuff with the finest new cookies, no oven. We get straight to the money, shit. Believe me, it's nothing. If a bitch acting funny, then believe me, it's nothing. Stop talking about petty shit. Believe me, it's nothing. If you ain't tripping, then you better trip, 'cause you know we coming for your shit. Believe me, it's nothing. Did my son do shit? That's one of them. Utcsó gyakorlat, vagyis hát resettet fogunk csinálni, azaz három gyakorlat lesz egybe. Ez lesz a befejezés az edzésnek. Itt váltakozva fogjuk kimaxolni majd az első sorozatban az első gyakorlatot, maxoljuk ki, második sorozatban a második gyakorlatot, harmadikban a harmadikat. Tehát így a sorozatok így fognak különbözni egymástól, mint a szimpla gyakorlatnál. Elsőnek egy fordított kezest fogunk csinálni, ugye széles hátra. Utána fogunk csinálni egy szimpla fogással, teljesen lenyújtva, ez gyakorlatilag
hát nem nyak mögé megy, hanem törzs mellé húzunk le, illetve lesz egy merevkaros. Ezt a hármat fogjuk csinálni. Real shit you ain't never seen. Like back when I was 17. Drug money was supporting me. Should've paid rent, but instead I bought a quarter key. And I flipped that shit. Hit it like a motherfucking info clip. I'm a hustler as long as I exist, I admit. And it's running in my motherfucking genes. No need for discussion. Dropouts the hottest new thing since McLovin. Frequently thugging on beats cause we love in the streets. In the streets straight up love varsity. We got the streets buzzing, the industry's watching, and we don't give a fuck. Middle fingers is up to the haters that smugging. Fair weather friends show up all of a sudden. Believe me, it's nothing. We get straight to the money, shit. Believe me, it's nothing. Believe me, it's nothing. Yeah, if a bitch acting funny, then believe me, it's nothing. Believe me, it's nothing. Stop talking about petty shit. Believe me, it's nothing. Believe me, it's nothing. If you ain't tripping, then you better trip. Cause you know we coming for your shit. Believe me, it's nothing. Srácok, köszönöm, hogy látszottatok ebbe a videóban. Mutattam egy kis hátedzést, meg megmutattam nektek csodálatos kis nagy községünk, ahol felnőttem, és ahol gyakorlatilag lakok. Itt most az új termet meg tudtam mutatni nektek. Ide fogunk jönni, itt fogtok engem megtalálni. Veszprém és Fehérvár kellős közepén, Pétfürdőn. Ettől függetlenül egyébként ugyanúgy Fehérváron is, Veszprémben is szoktam lenni, illetve Győrben is, meg még Pesten is, úgyhogy megtaláltok mindenhol, de legtöbbet itt leszek, úgyhogy mi a faszt mondjak? Kijelentkezés, iratkozzatok föl, lájkoljatok, szeressetek! Yeah, rappers on my dick though, acting like a miss though, bitch. Tryna come to our functions and get fucked up, but secretly all they do is this though. Not for a dropout, guaranteed fresh. Don't make me pull a guap out, homie. We blessed, don't stress. Pull the top down. Number one spot is where we tryna drop now. But a little small town drama shit. I'm just tryna get my dollars clinched. Where my money at? I'm grown now, I got priorities, bitch, and you ain't even on the list.